A Lego 2008 óta egy nyíregyházi gyárban üzemelteti a teljes fröccsöntő kapacitás ötödét, és itt készül a világ összes dupló kockája. A gyárterület bérleti szerződése 2015-ben lejár, ezért a cég úgy döntött, Nyíregyháza egy másik részén új, a mainál mintegy háromszor nagyobb gyártóbázist hoz létre. Az üzem rekordidő alatt mindössze egy év alatt épült fel, a játékgyártó jelentősen kibővült kapacitásai nagyrészt már átköltöztek az új helyszínre. A LEGO gyár ünnepélyes átadásán Orbán Viktor miniszterelnök kiemelte, a LEGO-val a magyar kormány stratégiai megállapodást kötött. A LEGO-val a magyar kormány stratégiai megállapodást, partnerségi megállapodást kötött. 43 olyan világcég van Magyarországon, amelyel ilyen megállapodást kötöttünk. Fontos, mert a legtöbb embernek a magyar kis- és középvállalkozók adnak munkát, ezért fontos a magyar kézben lévő kis- és középvállalkozók teljesítménye, de azt minden józan ember belátja, hogyha a világgazdaságban mi megfelelő színvonalon akarunk bekapcsolódni, akkor nekünk szükségünk van nagy nemzetközi világcégekre, akik nem csak egyszerűen telephelynek tekintik Magyarországot, hanem velünk közös céljaik vannak. Ilyen értelemben stratégiai partnerek. Az ünnepség résztvevőit a gyárigazgató is köszöntötte, aki beszédében azt hangsúlyozta, a LEGO csoport hosszú távon épít magyarországi gyártókapacitására. Összesen 1500 munkavállaló dolgozik majd az új nyíregyházi gyárban. Itt készül majd a világ összes dupló kockája, valamint klasszikus LEGO termékeket is előállítunk. Kockák millióit állítjuk majd itt elő, mind az európai, mind a világ gyermekeinek. Nyíregyháza polgármestere mindehhez hozzátette, az összehangolt, befektetett munka meghozta gyümölcsét. Az új nyíregyházi gyár nem csak városunk, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és az itt működő helyi vállalkozások életében is igen jelentős. Legyen szó beszállítói tevékenységről, új munkahelyekről, vagy akár a szakképzésről. A LEGO bizony többet ad, gondoljunk csak arra a felelős szemléletre, melyel a környezetvédelem vagy a dolgozók biztonsága kerül előtérbe, vagy a társadalmi felelősségvállalás keretében megvalósuló programokra. A gyárindító gombot gyerekek rakták össze LEGO kockákból, és miután a felnőttek elindították a termelést, legördültek az első dobozok a gyártósorról.